egy nagyon régi Karácson Sándortól tanult pici történetnek a felidézése is. Egy kicsit Karácson Sándor azt mondta, hogy ha Lengyelországtól Görögországig húzunk egy függőleges vonalat, akkor arról balról van egy rendszercentrikus világ, jobbra pedig van egy személycentrikus világ. És ez most nekem ezt bizonyítja. Tehát egy kicsi falu Magyarországnak eléggé a szélén, ahol egy negyed évszázada több tucat remek magyar fafaragó népművész, akinek a teljesítménye a művészet színvonalára is felemelkedik, az összefog, táborokat rendez, egy új generáció kinevelődik, és nem azt mondja, hogy megkövetelem a világtól, hogy olyan legyen, amilyen én akarom meg, hogy 80 emeletes felhőkarcolókat épít a Balatonkálos közepére, hanem azt mondja, hogy azt a környezetet, ami körülöttem van, azt méltónak képezem ki az Úristen számára. Tehát olyannak, amilyenre a teremtő elképzelte volna ideális esetben a világot. És elkezdenek ez a munkához. Hát ez egy monumentális, már most láttuk mi is a felülről a Kézbetlehemet, ez egy monumentális közösségi alkotás. És itt hangsúlyoznám a közösségi alkotás, Kékedi László polgármester úr tagunk. Ő a falut nem csak mint polgármester fogja össze, hanem mint fafaragó. És egy fafaragó táborban készültek el ezek az alkotások. Tehát én úgy gondolom, hogy minden magyarországi és kárpát-medencei falunak példa lehet, amit itt ma avatunk. A kitűnő mester ráadásul még polgármester is, akinek a kezében olyan eszközök is vannak, amelyeket mások érdekében igénybe vesz, de egy karizmatikus egyéniség. Van az, hogy a Magyar Üzleti Akadémia tagjaimban külön büszke is vagyok, aki hihetetlen energiákat, remek technikákat vesz igénybe, és nem csak azt mondja, hogy a kerítésnek, meg a kapunak, meg a temetőbejáratnak, meg a buszmegállónak kell szépnek lenni, hanem valahol, akitől a szépség maga ered. A szépségnek a küldése, az elkötelezettség, annak emléket állítok, és arra gondolok, hogy csinál egy szabadtéri Betlehemet. Elképesztő az ötlet, nem tudom, hogy a világon létezik-e ilyen, de utazásaim folytán más vallások számára sem tudok ilyesmit, hogy télnek, nyárnak, esőnek, hónak kitéve életnagyságú figurákat faragnak, azokat bepácolják, belakozzák, tehát az idő számára több időt szánnak neki, mint amilyen a saját életüknek az évei. És létrejön egy szabadtéri kis múzeum, ahol hát majd autók elmennek mellette, emberek mennek vizére a kutra, mennek a boldoba, egy picit megállnak, egy kicsit elidőznek, és például rácsodálkozhatnak arra, hogy a pásztorok, illetve a királyok, azok magyar királyok. Úgyhogy Szent Lászlóról van szó, és Negyedik Béláról van szó, ami egy külön egy gyönyörű szép ötlet, hihetetlen példa. Rengeteg emberrel kellene idehozni, meg kellene mutatni, hogy mindenkinek a kezében micsoda lehetőségek vannak, és azt a rengeteg napi gondot, gyalázatot, amit megélünk állandóan, azt milyen elképesztő mértékben lehetne kiszínesíteni, felfényesíteni, és a boldogság érzetünket állandóan növelni. Mint minden látványosság, az nyilván ennek funkciója is van. Tehát a kinti Betlehem, mert szeretnénk, hogyha szakrális helyé válna, hiszen a szakrális helyeket nem csak a múltból örököljük, hanem mi magunk is teremthetünk szakrális helyeket azáltal, hogy bevonzuk oda azokat az erőket, azokat az égi erőket, amelyek segítenek nekünk átviselni a nehéz időszakot. És ez a Betlehem, ami sok-sok ember munkája által teremtődött és jött létre, ez alkalmas lesz arra, hogy a szépre, jóra, nemesre nyitott emberek valahol egy kicsit megpihenhessenek, ott egy kicsit belegondoljanak az élet értelmébe, belegondoljanak abba, hogy mit is jelent ma 21. században a kereszténynek lenni, mit jelent számunkra Jézus, mint megváltó, milyen üzenetet közvetít a ma ember számára, mert hát tudjuk, hogy nagyon sokan imádják a környezetünkben is Jézus, de követni kellene őt, azt hiszem, és az már kicsit nehezebb. A Betlehem építésébe, elkészítésébe rengetegen részt vettek a faluból. Volt, aki aktívan, tehát faragással, vagy egyáltalán a terep előkészítéssel, közmunkaprogram keretében
a helyszínnek a kitakarításával kezdődött, a lépcsősor megépítése, a kőből elkészült háttér és a talapzatai ugye a fából készült szobroknak, és nagyon sok fiatal és kevésbé fiatal magába a konkrét faragásba is részt vett nagy örömmel, de természetesen gyakorlott fafaragók irányítása mellett, akik a nyári kézműves szaktáborban készítették el a Betlehemnek ugye jó 80%-át, tehát akkor készült el a kültéri faragásoknak, a faszobroknak a nagy része. Lesz egy szép program a református templomban, mi is, ahogy mindig ilyen kirajzásokkor, aki hozzá tud tenni valamit a saját szellemi értékeiből, akkor ezt megteszi, tehát ott lesz egy kis műsor, Petrás Mária Póka, Rozália, Galán Fi András, Faragó Laura, Sipos Mihály és felesége, valamint én fogunk ezen közreműködni. És hát ismerkedünk a faluval, ez úgy gondolom, hogy egy nagyon szép nap lesz. És lesz egy díjátadás, ez nagyon fontos megemlíteni, és ha már közösségről beszéltem, akkor közösség teremtő alkotókat díjazunk ezzel a díjjal, ami egy nagyon szép gondolat, hogy ezt az ösztöndíjainkon kívül még ki tudjuk évenként megosztani remélhetőleg. Most első alkalommal kapják ezt a díjat. Dr. Gerzanics Magdolna, a Vas Lajos Szövetség szakmai elnöke, Csiszér Ambrusné, aki az izményi bukovinai székely népdal körvezetője immáron évtizedek óta. Ugye van egy tagunk, a Kóka Rózsika, aki mind a két dologban érdekelt, és az ő javaslatára kapták ezeket a díjakat. Galán Fin és Schmidt Terész pedig 10 ifjú népművészt nevelt föl, mint szövő. És végül pedig Csatai László, aki sokunknak nagyon régi ismerőse, hiszen jövőre lesz 40 esztendeje, hogy az első táncházát tartotta. Közösen nagyon sok együttessel, és ma is fáradhatatlanul járja a táncházakat, mondhatnánk, hogy a Kárpát-medencében. És én személy szerint is nagyon örülök, hogy ő is díjat kapom. Hát amikor a Kékedi László ugye polgármester lett először 4 éve, akkor kezdődött ugye a településnek a külsejének és egy kicsit a lelkének is az átformálása, hiszen az ő művész gondolkodásának a megjelenítése elkezdődött a településen azzal, hogy ezekkel a kültéri emlékművekkel, faszobrokkal, látványelemekkel próbálta csinosabbá, szebbé tenni a települést, és aztán kiformálódott egy olyan üzenet, úgy gondolom az itt élő emberek számára is, és a ide látogatók számára is, ami végül is egy teljesen egyedivé tette a települést, hiszen az 56-os emlékmű, a trianoni emlékmű, az utca néptáblák átformálása, itt a kis műhelynek a kialakítása a polgármesteri hivatal udvarán. Tehát szinte napról napra formálódott át a falu, és fogadták el az itt élők is azt, hogy mintha a településnek egy küldetése lenne, hiszen nem csak csodálatos földrajzi elhelyezkedése, hanem a művész úrnak, a polgármester úrnak a megjelenése, és az ő, úgy mondjam, tanítása a települése felé. És azt gondolom, hogy ez kölcsönösen hatott rá a lakóknak, a vendégeknek, az én személyes biztatásom is, hogy tovább-tovább nem szabad, nem lehet megállni. És hát ennek az eredménye ez a valóban egy csoda, szerintem is az országban is, de lehet, hogy a világon is egy egyedülálló alkotásmű, amit sikerült ma sajnos távollétében átadni. Úgy gondolom, hogy ezzel a település egy teljesen új lehetőséghez jutott, egy új
életforma következik majd a településen, hiszen hogyha ezt tovább gondoljuk, hogy ez évtizedek, évszázadok múlva is esetleg itt lesz, és még tovább fejlődik ugye a betlehemi alkotás, akkor esetleg zarándoklatok, vagy olyan népi hagyományok jöhetnek majd köré, amit még ki sem találtunk, és végig sem gondoltunk. Nagyon nagy nap ez a település életében, és hát majd bízunk benne, hogy ez nem csak a település életében lesz nagy nap, hanem az alkotó életében is. És hát reméljük, hogy ahogy mondtam, kihatással lesz a térségre biztosan, de reméljük az egész ország gondolkodására.